Végre valahára valódi, nézők előtt megrendezett lovasversenyekről tudósíthatunk. A Pegazus júliusi számának címlapján Pachl Benedek és Donna Friderika látható. A páros a Mária Kálnokon megrendezett nemzetközi díjlovagló versenyen U25-ös kategóriában mindkét nap győzelmet aratott, és ezzel kiérdemelte az év meglepetése címet is. Az újraindult versenyekről szóló tudósítások mellett olvashatnak arról, milyen élmény egy versenyzőnek élete első militári versenyén részt vennie. Kovácsnak és cigányzenésznek születni kell, vallja a 70. születésnapját ünneplő Imre Sándor. A hódmezővásárhelyi kovácsmestert tanítványai, tisztelői köszöntötték. Folytatódik a hazai lovastornát hátukon hordó lovak bemutatása. Ebben a számban Maját, Mogyorót, Hubertuszt, Kólát és Kornettót ismerhetjük meg. Emellett számos érdekes és hasznos lovas információért keresse a Pegazust, a lovasok lapját az újságárusoknál, vagy rendelje meg a Magyar Mezőgazdaság kiadónál.